A 61-es számú főút mellett helyezkedik el a Dombovári Tüsketó, amelyet az 1952-ben alakult Városi Horgász Egyesület üzemeltet. A tópartján a Bethlen Gábor kezelő alap pályázatán elnyert 10 millió forintból készült el a tároló és illemhelyiséget is magába foglaló épület, amelyet ünnepélyes keretek között adtak át. Ez egy minimum egy ekkora egyesületnél és egy ekkora tóparton, hogy ezért kulturális körülmények között lehessen igénybe venni a szociális blokkot. A szociális blokkon túlmenően még egy közösségi tér is kiépítésre került. Remélem, hogy sok ember hasznát fogja szolgálni ez a ma átadott épület. A Horgász Egyesület igyekszik megragadni a pályázati lehetőségeket a tó és környékének fejlesztésére. A közel 900 taggal bíró szervezet számára fontos, hogy a horgászok számára minden feltétel adott legyen a szabadidejük zavartalan eltöltéséhez, mondta el az egyesület elnöke. Ez egy régi vágya volt az egyesületnek, és az elnökségnek is egy régi ígérete volt. Gyakorlatilag ez egy ilyen szociális helység, illetve egy tároló épület, ami hát biztosítja a kényelmet. Az egyesület jövőbeni fejlesztési tervei között szerepel többek között egy EU igényeknek megfelelő játszótér kialakítása, valamint a tó közepén található átjáró megújítása is.